front of a venture, and Maric just caught Pinko with the knee. Maric defeats Eric Pinko. Mamma mia! Sziasztok, Boris Árán vagyok, profi MMA harcos, üdvözöllek a csatornámon. Az utolsó videóm egy élő bejelentkezés volt a mérkőzésem utáni értékelésről. Aki nem tudná, október 1-én léptem Long Beach-en, Kaliforniába, a Ketrecbe, a Bellator PSU világbajnoki címért, most pedig egy újabb nagy csata vár rám, talán életem egyik legnagyobb csatája. Egy hosszú rehabilitáció következik számomra, hisz a holnapi napon fognak megműteni, keresztszalagszakadást szenvedtem, hál' Istennek nem szakadt el teljesen a szalag, csak részlegesen. A lényeg az, hogy egy ilyen órás, másfél órás műtét lesz elvileg, azt a technikát fogják használni, hogy kivesznek egy ligamentet az én testemből, és azzal pótolják a keresztszalagot. A felépülés az elég sok dolgot olvastam, 6 hónaptól 9 hónapig terjed általában, akár lehet 12 is. Ugye Conor McGregor is szenvedett ilyen ACL sérülést, és ő 4 hónap alatt tért vissza, ez ugye még a karrierje kezdetén volt. Én azért kibékülnék azzal, ha egy mondjuk 5 hónapot mondanának, hogy 5 hónap után vissza tudok állni edzésbe, és akkor mondjuk 7 hónap, 7-7 és fél hónap múlva tudnék Ketrecbe lépni. De mindegy, nem is ez a lényeg. Ma van október 13-a, ez az utolsó napom még a műtét előtt. Ebben az utolsó pár napban próbáltam minél inkább aktívabb lenni, mert ezután ugye a mozgás korlátozott leszek egy jó ideig. Én meg alapvetően egy elég aktív srác vagyok, aki szeret aktív programokat csinálni. Nem vagyok ez az otthonülős típus, sőt a párom se Zsófi az, de már kitaláltuk, hogy már az első pár napban tolókocsival tologat, aztán így fogunk oda-oda, ide-oda járkálni. Szerettem volna minél inkább aktív lenni, elég sokat bicikliztem, mióta hazajöttem a mérkőzésről, persze a mérkőzés után azért voltak duzzanatok a lábamba, volt egy elföldeződés a lábamon, amivel nem tudtam izzadni, szóval egy pár napig nem tudtam mozogni, de azóta minden nap próbálok napi 2-t edzeni, hogy kielvezzem ezt a kevés időt, ami hátra van a műtétig. Már bevittem a nagy tévét a szobába, rendezgettem mindent, hogy készen álljak a műtét utáni időszakra. Szóval most összepakolom a bunyós cuccaimat, ez egy ilyen kicsit fájó érzés számomra, hogy hónapokig nem fogok kesztyűt húzni, nem fogok mozogni, amit eddig minden nap napi kétszer csináltam. De ez van, köszönöm, hogy velem vagytok itt továbbra is. Az a lényeg, hogy itt a YouTube csatornámon legalább sokkal aktívabb leszek. Kommentben nyugodtan írjátok le, hogy milyen videókat látnátok szívesen, mire beszélgessünk. Szerintem fogok majd különböző podcasteket is csinálni. Ja, szóval készülünk a műtétre, most pedig pakoljuk el a bunyós cuccaimat. Október 14 péntek reggel van, eljött a nagy nap, most megyünk a kórházba, aztán elvileg 10.45-től van a műtétem, de 9.30-ra kell odaérni, még leborotválják a lábam, meg gondolom lefertőtítenek, meg ilyenek, kitöltik papírmunkát, aztán elvileg már délután jöhetek is haza, csak ilyen tök rossz érzés, hogy most amúgy tudok járni, meg minden, aztán felvágnak, és nem tudok egy-két hétig járni. Na mindegy, az lényeg, hogy gyertek velünk, aztán megmutatom, milyen Amerikába egy kórház belülről, vagy egy sebészet, megpróbálunk jó videókat csinálni. Megérkeztünk a helyszínre, 9.30-ra kellett jönni, 9.25 van, sose vagyok ilyen pontos. Halálos ítéletemet most. Nagyon vicces vagy.
már kitöltöttem a papírokat, most várunk. Elvileg egy óra múlva van a műtét, nem tudom, hogy előbb behívnak-e. Azért furcsa érzések kavarognak bennem. Sose gondoltam volna, hogy egyszer engem Amerikába fognak műteni. Soha életemben nem volt semmilyen műtétem, aztán szempont itt lesz az első. De hát végül is vállaltam ezzel a sporttal, hogy ez is benne van. Na, már bent vagyok itt a műtőszobába. Lebrotválták a lábom, adtak infúziót, aztán szerintem lassan megyünk. Elég gyorsan haladtunk, aztán azt láttam, hogy mindenkit visznek el, hoznak, mindenkit visznek el, és meg ott vagyok. Arra emlékszek még, hogy bevittek a műtőbe, bénáztak, hogy nem tudtak átrakni, mondom, átugrok én. Egyik helyről a másik. Ja. Nem. Végre itthon vagyunk, elég későn sikerült hazaérnünk. Ugye reggel 9.30-ra mentünk, aztán este 7 órára értünk haza. Azt láttam, hogy engem elég korán bevittek, aztán bekötöttek egy infúziót, leborotválták a lábam. Ugyanezt csinálták másokkal is, csak azt láttam, hogy a végén, és hát mindenki ment sorba a műtétre. Ahogy beborotválták, vagy beadták az infúziót, utána vitték őket. Nekem meg elég sokáig tartott az ő műtét, az ilyen másfél óra lehetett. Ilyen 5-6 óra környékén ébredtem fel szerintem. Zsófi hazahozott, most itt vagyunk, nyilván stresszesek vagyunk, zsibbad a lábam. Furcsa érzés, soha nem éreztem még ilyet, elég káoszban is vagyok. Azt sem tudom, hogy néha mit beszélek, mit nem. Az altatót még érzem, soha nem műtöttek még, furcsa érzés. Annyi van meg a fejembe, hogy átültem az egyik asztalról a műtőasztalra, és el is aludtam, a következő kép meg az, hogy arra kellek, hogy azt álmodom, hogy fáj a torkom, de nem fájt. Szóval holnap jelentkezünk, az első napot már itthon töltjük, aztán holnap jön Herbert meg Gilbert, a testvérek ők ugye, meglátogatni, meg nagyon jó, mert Herbertnek nemrég volt ilyen műtétje, és ellát pár tanácssal, meg hoz ilyen jegelőgépet is a térdemre. Na, itt vagyunk a műtét utáni első nap. Kiment a fájdalomcsillapító a lábamból, és bevallom őszintén, elég kemény fájdalmaim vannak. Azt éreztem, hogy abban kell nekem fájdalomcsillapító, de inkább úgy döntöttem, hogy beveszem. A lényeg az, hogy este nem nagyon tudtam aludni, mert ugye tegnap egész nap aludtam, ugye 9.30-ra mentem be, és este ilyen 7-re értem haza, addig ugye voltam altatásban is, meg K-ba voltam végig. A mai nap fog jönni Gilbert Burns, meg Herbert Burns a testvére, mert Herbertnek volt már 3 hónapja is ilyen műtétje, ugyanaz az orvos műtötte, mint engem. Aztán átjönnek tanácsokat adni, ez tök jó. Hétfőn lesz az első gyógytornám, addig is már mozgatom kicsit a lábam.
most beköltöztem ide a hálószobába, a nagy ágyra. Egy új utazás, egy új harc következik számomra. Talán ez a legnagyobb harc, amit eddig vívtam, mert hogy elveszik tőlem a mozgást, amit szerettem volna. Nagyon szépen szeretném megköszönni mindenkinek, hogy ilyen sokan bíztattak engem, meg kedves szavakkal láttok el. Folyamatosan nyomon követhetitek majd itt a YouTube csatornámon a keresztalakból való felépülésemet. Mindent bele fogok adni. Köszönöm, hogy velem vagytok. Ha tetszett, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, és dobjatok léci egy lájkot. A Kit 3.0 érkezik, szóval maradjatok velem.